Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Melyik csapat tudja megszakítani rossz sorozatát? Ez a nagy kérdés a mai kaposvári KK-ZTL-KK mérkőzésnek. Vendég együttes kék szerelésben, a házigazda Kaposvár pedig fehérben, ahogy azt megszokhattuk. A kaposvári KK zsinórban 4-szer kapott ki, az Alegerszeg pedig 5 vereséget szenvedett egymás után. Ezt a sorozatot kellene megszakítani a valamelyik csapatnak, és hát minden bizonnyal 100%-ig biztos, hogy meg is fogja majd az egyik együttes, miközben egy kaposvári eladott labdával kezdődik a mérkőzés. Hendlein dobta ki az oldalvonalon túlra. Nincs meg az első vendégkosár, és megvan a lepattanó a kaposváriaknak. Krinyenszky Boris hozza fel a labdát, és dob egy zicsert. A kaposvári kezdőben rajta kívül még Jukic, Curry, Rivers és Hendlein van ott, míg a vendégeknél Bonifert, Düren, Delas, Green és Vuko van ott a pályán. Említettem már, hogy elég rossz sorozatban van a két együttes, Düren emeli rá a középtávolit, ami kimarad. Nos, a kaposvári jelenleg a 12. a bajnokságban, az ETL pedig a 13. és egyetlen egy csapatot tud megelőzni a két együttes, az utolsó helyezett Jászberényt, amely jelenleg még győzelem nélkül áll a bajnokságban. Jukic megnézte a gyűrűt, de el nem vállalta a hármast, fogy az idő, 8 másodperc a támadóból. Hendlein dobni kellett már, majdnem így lett jó, lejön Hendlein dobása, viszont ráadásul rápattan a labda Delásra, úgyhogy jöhet alapról a Kaposvár, marad a labda a hazaiaknál. Jukic, aztán Hendlein a betörésből megszerzi az első kaposvári pontokat. Kettő-kettő ezzel az állás. Teles tette be centerbe a labdát Vukónak. Alapról jöhetnek a vendégek, ez volt az első faut a mérkőzésen. Durán kapta a labdát, aztán Delás beleáll a hármasba. Lejön, viszont megvan a lepattanó. A támadó az alegerszegieknek. Delás megint fogy az idő, lassan dobnia kell a vendégeknek is. Durán emeli rá, és be is megy, de csak kettes. Megvan az első zalaegerszegi kosár is a mérkőzésen. Tájék Düren volt a pontszerző. Az amerikai irányító idén érkezett ugye Zalaegerszegre. Hát eléggé átalakult az ETL csapata is tavalyhoz képest, mint ahogy a kaposvári is. Gyors iramban kezdődik a mérkőzés. Mindig van történés a pályán. Düren, jó a leosztás, és Vuko szerzi meg az újabb zalaegerszegi pontokat. A horvát erőcsatára a zalaegerszegiek egyik legjobb játékosa. Több mint 16 pontot átlagolt eddig a ZTL 6 mérkőzésén. Újabb lepattanó a zalaegerszegnél, és most már a vezetés megszerzéséért támadhatnak. Glenn forgulódik a palánk alatt, aztán kiosztja Bonifert teljesen üresen, és be is dobja a három pontost. Hát teszi a vezetést, tehát az Alegerszeg 7-4 az állás. Sőt, aztán labdát is szereznek a vendégek. Amolyan élet-halál harc ez a két csapatnál. Az alegerszegieknél olyannyira, hogy a héten egészen pontosan a mérkőzést megelőző napon még edzőt is, hát ha nem is váltottak, de menesztettek. Jukic a palánk alatt, bedobja közben, 6-7 ezzel az állás. Bonifert vele szemben Curry védekezik, és Curry-nél fújják a fautot.
Szóval Ante Nazort az ETE, most már volt horvát edzőjét, ugye menesztette hétközben az együttes a paksi vereség után. Az volt valószínűleg az utolsó csepp a pohárban. Majdnem 30 ponttal tudott győzni az atomerőmű Zalaegerszegen. És hát mindenképp változást szerettek volna elérni az alaiaknál. Hendlein jó védekezése után, megvan a lepattanó is. Krenyajszki be Hendleinnek középen, kint üresen a sarokban Rivers. És bent van a hármas. Ahogy Rivers megkapta a labdát, egyszerre állt már fel a kaposmári kispadon az összes játékos. Volt is mit ünnepelni szerencsére. Az Zalaegerszeg csapatát pedig, hogy a végére érek a történetnek. Henrik Róbert vezeti, addig, amíg ki nem nevezik az új vezetőedzőt a csapatnál, miközben Glenn dob be egy kosarat Fautól együtt. Az Zalaiek együttesét, tehát a másodedző vezeti, de Henrik Róbert 1998 és 2000 között volt már az ETL vezetőedzője is. Úgyhogy van tapasztalata abban, hogy kell irányítani egy ilyen csapatot. Marad a 9-9-es állás, Glenn büntetője kimaradt. Rivers középtávolja pedig szintén nem jó. Delas Vukónak passzolja. Krinyajszki vele szemben, aztán Delas kapja vissza, elindul befelé Delas, elállt a középtávoliba és be is dobja. Vagy az adok kapok itt az elején, és nagyon harcias az alai együttes, ez a Faut is mutatja. Az eddigiek alapján szinte meglepő az, hogy ennyire rosszul áll ez az együttes. Kettőt cserélnek a vendégek. Érkezett Plézer Gábor 7-essel, valamint Bashir Ahmed 8-assal. Neki ez mindössze a második mérkőzése az alajaknál, utóbbinak. 4 légióssal kezdte meg a szezont az Zalaegerszeg, aztán érkezett Ahmed 5-diknek. Elsősorban Antoni Csanád sérülése miatt, valamint hát azért, mert hetente legalább 2 mérkőzést játszanak most a csapatok, és ez elég megterhelő a játékosoknak, valamint hát nyilván ilyenkor előjönnek a sérülések. Úgyhogy igyekeztek megerősíteni a keretet, meg hát nyilván benne volt valószínűleg a döntésben az is, hogy nem úgy alakultak az eredmények, ahogy szerették volna az Zalaegerszegen. És hát nagyon veszélyes ebből a szempontból a Kaposvár számára ez a találkozó, hiszen amikor egy olyan csapat jön szemben, amelyik éppen nincs jó formában, ez fogalmkörömmel fog küzdeni azért, hogy megtörje a rossz formát, a rossz szériát, és hát nagyon harcias egyelőre a zalaegerszegi csapat, náluk a vezetés is. Ahmed befordulás után kiosztja a sarokba, ahol viszont nem volt zalaegerszegi játékos, ugye majd a Kaposvár, akik szintén cserélnek egyet. Jukic helyett érkezett Bogdán Benedek a pályára. A kaposváriak szinte teljes kerettel. Hoggergő az, aki egyedül nem öltözött át erre a mai mérkőzést, de pontosabban hát itt sincs a csarnokban, mert a Sopron elleni találkozót is kihagyta. De rajta kívül most már azok a betegek, sérültek, akik mondjuk az előző néhány mérkőzésen nem lehettek ott Fekete Ádám csapatában. Most már itt vannak. És ismét csere mindkét oldalon. Érkezik Szabó Zsolt, valamint Milos Miliszabjevics is a hazaiaknál. A harmadik legpont erősebb játékosa a KKK-nak. Több mint 12 pontot átlagol meccsenként, már az előző találkozó például nem sikerült túl jól a számára, a Sopron ellen mindössze csak 5 pontot tudott betenni a közösbe. Talán ez volt a
legrosszabb mérkőzése az idei szezonban. Krnyájszki a büntető vonalról dobta el, nem segített az ablak. Ahmed, Szabó körbejár a labda a tripla vonalon kívül, Blazer pedig átdobja a gyűrűt és megvan lepattanó a Kaposvárnak. Krnyájszki mentette meg a labdát, mielőtt kiment volna az alapon. A gyors támadást pedig egy faultal törte meg az alai együttes. És hát egészen hátulról jöhet majd a hazai csapat. Valamilyen szinten még vitte az akciót a KKK. Milisavljevics még a triplát is bedobta, de még a másik térfélről kell felhozni a labdát. Krnyájszki. Hendlein triplája sem jó. Kivetnek az alaiak ismételten. Ahmed emelte rá, ez a három pontos kísérlet is lejön, és már is lehet belőle rohanni. Mindkét csapat próbál könnyű kosarakat szerezni. Lepattanó után egyből indítják a lerohanást, tehát addig több-kevesebb sikerrel, inkább kevesebbel. Nem sikerült végigvinni az ittszereket. Vuka érkezik vissza Glenn helyére az alegerszegieknél. Sokat cserélnek mindkét oldalon eddig. Hendlein, Bogdán, Milisavljevics. 2-2-zik Hendleinnel, aztán Rivers. Az induló csod után befelé Rivers. Ez már bent van. Egyelít ezzel most a Kaposvár, 11-11, és kevesebb mint 2 perc van már csak vissza az első negyedből a Vukó. Blazer. Türen vissza Vukónak. 4 másodperc. Vukó megveri 1-1-ben Bogdánt, és a végén kiharcol egy fautot, dobhat majd 2-t a horvát játékos. Ő volt az első igazolása az ETN-nek idén nyáron. És még az alegerszegek előző edzője Ante Nazor nézte ki magának, aki korábban ismerte már a horvát erőcsatárt, centert. Eddig Horvátországban, a hazájában játszott főkép, és a tavalyi csonka szezonban például bekerült a legjobb ötösbe is. Hát van mind a két büntetője. Ádám is a pályán közben Hendlein helyett. Rivers kapja a labdát a sarokban. Másik oldalról bement, innen nem. Ebben a lepatton a vendégeknél. Szabó kérte volna bent a hullámban a labdát, nem kapta meg, most pedig megy zárni. Vukó, másik oldalon Blazer van üresen, nem kapta meg a labdát. Riversre pedig fújnak egy fautot. És mivel már bónuszban van a Kaposvár, jöhet majd ismételten két büntető. Köré érkezik majd vissza a kaposváriaknál. Rivers az, aki elhagyja a pályát. Említettem már ugye, hogy a Zalaegerszegen kapott nagy verést az atomerőműtől az ETN csapata. Vuko, aki most bedobja a büntetőket. Annak a meccsnek mondjuk a legeredményesebb zalaegerszegi játékosa volt, őre nem lehetett panasz. 17 pontot tudott dobni, és közte volt 3 darab tripla is. Úgyhogy nem csak bentről, hanem kintről is jól céloz, ezúttal pedig zalaegerszegi játékosra fújnak fautot, úgyhogy jöhet majd oldalról a Kaposvár. Milisavljevics kapja a labdát a játékvezetőtől. Révész, Curry.
Milszávjevics tör befelé, és be is dobja az Itzert. Számtalan hasonló megoldást láthattunk már tőle ebben az évben. Nagyon agresszíven és jól támadja a gyűrűt a szerb játékos. Ismételten nála a labda, most pedig abban arról tesztelünk bizonyságot, hogy jó szeme is van. Köri viszont kihagyta az Itzert, úgyhogy nem lett belőle assziszt, már amennyire az Itzernek lehet nevezni, mert hát azért Curryt szorongatták. 13 másodperc van a támadóból, és nagyjából egy másodperccel van több a negyed játék idejéből. Durant tör be, lejön a dobása, és nem sikerül bepofozni az alaegerszegieknek, Révész pedig nagyon messziről dobt el. De célt tévesztett. Az alaegerszeg tehát 2 ponttal vezet egyelőre az első negyed után, nem sokára folytatjuk majd a közvetítést. A Kaposvár hozhatja majd oldalról a labdát itt a második játék rész elején. 15-13-ra vezet egyelőre az alaegerszeg. Egészen elképesztő helyzet. Milszávjevics várta volna szerintem a fautot, nem jött a sípszó. Aztán valahogy még ki tudta varázsolni a labdát Hendleynek a sarokban. Kimaradt a dobás, a túloldalon pedig már éppen ő fautol már, mint Milszávjevics. Úgyhogy jöhetnek majd az alaiak. Polstár Attila dobhatja be a labdát, ő is egy fiatal játékos az Zetének. 20 éves kosaras is. Legban 8-9 percet játszik. Ugye most nagy hangsúlyt fektetnek erre a bajnokságban, ezzel az új 23-as szabállyal. Közben épp Polstár fautol Milszávjevicsen egyet. Ugye a szerbi játékos dobhat majd 2-t. Hosszú az első. A második pedig kiszédül a gyűrűből, úgyhogy nem változik az eredmény. Vukó tör be erőszakosan, és Milszávjevics üt neki oda. Egymás után 2 fautot gyűjt be. Vukó pedig gyarapítja a pontjai számát, ha minden igaz, már 8-nál tart, ezzel ő a legeredményesebb zalaegerszegi játékos. Egyelőre őt valahogy nem tudja féken tartani a kaposvári csapat. Izmos, jó kötésű játékos, ez látszik, és még Ante Nazor is egy harcias kosarasnak nevezte őt annak idején, amikor leigazolt Zalaegerszegre, ezért is nézte ki őt magának. Eddig ő a nyerő embere az Etének. 5 ponttal vezet a vendégegyüttes, és most egy zónával próbálkoznak a kékmezesek. Milszávjevics. Ez lenne az egyik fegyver, ez ellen a védekezés ellen átdobni kintről, de nem akad be a tripla, jön viszont egy fault. Szabó Zsoltra fújják, úgyhogy próbálkozhat majd újra a hazai együttes. Milszávjevics és Révész ül le, Jukic és Rivers jött vissza a kaposmáriaknál. Rivers. Neki is jól sikerült a Sopron elleni meccs, attól függetlenül, hogy kikapott a Kaposvár. Ez az első kosara a mai mérkőzésen, Sopronban pedig, hogyha jól emlékszem, 26 pontot dobott. Jól jár a labda a vendégeknél. Nincs viszont kosár a végén, Curry. Gyakorlatilag a legalacsonyabb játékos a mezőnyben szedte le a lepattanót. Jukic. Kimarad, Riversnek viszont
sikerül összeszednie a lecsorgót. Krinyájszki. 8 másodperc a támadóból. Krinyájszki leosztja Handleinek. Handlein tör be, és még azelőtt jön a fault. Nem azelőtt, hanem Handlein már bizony elkezdte kilépni az ígyszert a játékvezetők szerint, úgyhogy faulttal együtt jó a kosár. Egyelíthet most így a kaposvári KK. De lejött Handlein büntetője is. Hát eddig, ha a büntető vonalra álltod a kaposvári játékos, akkor abból nem lett pont, úgyhogy megérte faultolni az alaegerszegieknek idáig. Szabó megnézte, kinek lehet passzolni, senkinek, akkor eldobta. Reverse a cselek után, kicsúszik a kezéből a labda, de ezek szerint segítettek is ebben az alaegerszegiek, úgyhogy jöhet majd alapról a Kaposvár. Glenn és Bonifert érkezik vissza a ZTN-nél. Köré pedig majd bedobhatja alapról a labdát Jukic Handleinnek. Curry reverse. Egyedül próbálja megoldani, és neki lett igaza a pláne, úgyhogy ismét egy faultos kosarat szereznek a kaposváriak. Megvan a vezetés is, sőt, ezzel a kosárral egy kettővel áll előrébb most a Kaposvár. Szabó, Glenn, Delás, akinek a testvére a 2018-as szezonban Körmenden játszott, Mário Delás. Ő dobja el a hármast, kimarad, köré a lepattanó. Kicsit megjátszani, meg kell várni a többieket. És kezdeni előről a figurát. Hát nem biztos, hogy ez egy szokásos, begyakorolt figura, vagy amit Fekete Ádám rajzol fel. Ellentétben nagyon eredményes volt Curry. Második kaposvári triplát dobta be a meccsen. Lent pedig azonnal válaszol, igaz csak egy kettessel. Jukic, Curry, és fújnak egy támadót, ezek szerint Jukiccsal szemben az ítélet. A labdás emberrel, Curryvel voltam elfoglalva. Nem tűnt túl látványosnak ez a fault, de kell fogadni a játékvezetők ítéletét, mint ahogy most nehezen esik ez a kaposváriaknak, hogy elfogadják. Mindannyian azt reklamálják. Ez a legerszegi játékosról ment ki a labda. Delás. Dürennek át a sarokba. Bent van a hármas, és ezzel egyelít az alaegerszeg. Viszont gyorsan, de reverse szerz vissza nagyon gyorsan a vezetést egy újabb triplával. Beindultak a csapatok a kinti dobásokat tekintve, eladják most a vendégek a labdát, és Szabóra pedig fújnak egy sportszerűtlent a játékvezetők. Azonnal odaütött, amint elszórta a labdát az alaegerszeg, és hát ennek itta meg most a levét a csapata. Krinyájszki bedobja a büntetőt is.
a másik is a helyén van. 28-23-on a vezet most így a Kaposvár. Nemrég az egyenlítésnek örülhetett az Ete, most pedig már rögtön 5 pontos előnyben van a hazai együttes, és lehet ez akár még több is, hiszen marad a labda a KKK-nál. Jukic, Rivers érkezik a labdáért. Aztán Rivers, Krinyeiszki, körülnek vissza. Csípszó vetett véget a kaposvári támadásnak, dobás nélkül maradtak a kaposváriak. Glenn. Türen indul el befelé, és bedobja az Itzert. Rivers, Krinyeiszki. Jukic kapja a labdát, és szépen azt adta tovább, aztán Jukic még Handlein-nek, akinek odaütnek, úgyhogy dobhat majd 2-t. Nagy nehezen fölállnak a játékosok a büntető dobáshoz. Handlein kihagyja ezt is. 3 kísérletből semmi eddig a mai mérkőzésen a részéről. És a negyedik is le tud jönni. Hát még a régi városi sportcsarnokban mindig a palánkról dobta ezeket. Itt ugye most már új palánkok vannak, új szerkezet. Nem próbálkozik már a táblással, lehet, hogy majd a 4 kihagyott büntető után elgondolkozik ezen. Bonifert szedi le a támadó lepattanót az Alegerszegnél, Delás mutatja, hogy valaki jön zárni, Vuko odament, aztán inkább el sem fordult onnan. Delás beközépre Glennek, és be tud csorogni valahogy. Egy pontra felzárkózik így az Alegerszeg. Glennek ez volt a 6. pontja, Rivers, kilép a triplára, de ez viszont lejön. Marad a labda a Kaposvárnál. Meg szerencsé, hogy Jukic akkor nem érte el időben, lehet, hogy akkor róla ment volna ki. Handlein. Kettes lett volna, hogyha bemegy. Üren viszi végig egyedül, és bedobja az Itzert. Köri mutatja, hogy volt ebbe egy kis könyökös is, ezért nem tudott ott maradni előtte védekezésben. Kristóf a vendégeknél. Révész, Handlein. Révész zárt Körinek, Köri dobja el a középtávol itt, lejön, és Révésznek bele tudott ütni, így marad a labda a Kaposvárnál. Köri erőszakosan próbálta keresni az utat befelé, a gyűrű felé. Rivers kiarcol egy újabb fautot, nincs viszont kosár, jó plusz 1. De hát azzal a 2-vel is, hogyha majd jön a büntetőből, nagyon elégedettek lennének most a hazaiak.
Csinyeszkinek pedig el kell hagyni a labdát valószínűleg. Kicsit megsérült az előző esetnél, ugye amikor a révész beleütött a labdába, és a Kaposvárnál maradt a labda a lepattanót követően. Amikor hozzáért a labda révészhez, azt hittem esetleg, hogy az orra vére elett el, de nem, hanem a vállát veszik kezelésbe. Valószínűleg megkarmolhatták egy kicsit, és a vérző játékos pedig nem lehet a pályán. Reverse két büntetője bent van, úgyhogy újabb fordulat a meccsen, ezúttal már a Kaposvár vezet ismételten. Simon, aztán Bukó. Lejött. Miliszebjevics pedig rohanhat előre. Átvezeti inkább a túloldalra. Reverse hand, révész Handleynek. És Handleyn bedobja. Három ponttal most a Kaposvár áll jobban megint. Dobja. A büntetőt is a faultos kosár után, úgyhogy egyenlít az Zalaegerszeg. Szoros eddig a találkozó. Fekete Ádám mondta azt a mérkőzés előtt, hogy ez a Kaposvár számára egy bajnoki döntővel felérő találkozó. Nagy a tét, tehát mind a két csapat szempontjából tényleg mindegyik fél szeretne elmozdulni innen a gödörből és kimászni. Révész, aki most mehet büntetőzni, pont ugyanerről beszélt. Mindkét csapat nagyon rossz formában van, és hát reméli, hogy az ő együttese fog kilábalni ebből a gödörből. Jó az első büntetője Révésznek, aki azt is mondta, hogy kicsit megterhelő a csapatnak ez az időszak, és nem csak fizikailag az, hogy hetente két vagy akár három meccset is játszanak, hanem fejben is. Mert hát nem nagyon jönnek a győzelmek, így pedig azért elég nehéz. Nyilván sokkal jobb hangulatban telnek az edzések, illetve a mérkőzések is, hogyha meg vannak a győzelmek is. Simon a labdával teszi centerbe Szabónak. És azonnal fújnak egy faultot a játékvezetők. Ezzel viszont egy gond van hazai szempontból, hogy már bónuszban van a Kaposvár, és úgyhogy egy könnyű faut után már is büntetőzhet Szabó Zsolt, az első viszont lejön. A második viszont bent van, úgyhogy ismételten a döntetlenre állnak a felek. Reverse. Miliszebjevics. Aztán eladja a labdát Ahmed, ő pedig elveszíti. Reverse, Miliszebjevics, révész marad elő teljesen ugyanisan, és bedobja a kosarat. Rend középen révész vele szemben. Révész jót védekezett, és Takács Arnold szedi össze aztán a labdát. Miliszebjevics indul befelé, leosztja Révésznek, és róla megy ki a labda. 35-33-ra viszont így is vezet a Kaposvár.
és már az utolsó percen belül vagyunk itt az első félidőben. Simon hozza fel a labdát. Tavaly érkezett az Alegerszeg csapatához. Előtte Pécsen játszott, ugye már is. Azt megelőzően még a Falkót erősítette Ahmed. Ad egy asszisztot Szabónak. És ezzel újra döntetlen az állás. 35-35. És fél perc van vissza. Még a második negyedből. Révész. Milisavljevics kapja. 8 másodperc. Handlein. Jó a hármasa. Ahmed. El tudja dobni még valahogy. De pontot már nem tud szerezni az Alegerszeg, így hát egy fél idő után a Kaposvári Kosárlabda Klub 3 ponttal vezet 38-35 arányban az Alegerszeg ellen. Nem sokára jövünk majd vissza a harmadik negyeddel. Elkezdődik a harmadik játékrész a KKK ZTE találkozón. Akkor indul be felé, és rögtön egy faulttal indul a második félidő. Dobhat majd kettőt a horvát játékos az alegerszegieknél. Ez a negyed sokszor volt kritikus a Kaposvárnál, pontosabban hát olyan sokszor nem, de három olyan találkozó is volt, amikor a harmadik negyedben bukta el a mérkőzést a KKK. Vuko első büntetője lejön. Ugye egyszer volt a Szeged ellen, amikor 10 pontos előnyben volt a félidőben a Kaposvár, és azt a játékrészt, a harmadik játékrészt aztán 10 ponttal elbukta a csapat, végül pedig a mérkőzést is. A Pécs ellen is volt egy hasonló találkozó, akkor csak 6 pontos előnyben volt a Kaposvár, de a harmadik egyedben mindössze 6 pontot dobott a csapat, és 15-tel bukta el azt a játékrészt a Kaposvár. Végül pedig a mérkőzést is, és hát legutóbbi hazai mérkőzésén Curry dob be egy hármast. A Körmend ellen pedig ugye 12-vel vezetett a Kaposvár, és 27-5-re veszítette el a harmadik negyedet a KKK. Ugye a 12 pontos előnyből lett 10 pontos hátrány, aztán meg is nyerte a Körmend azt a találkozót. Igaz, akkor egyszer még a KKK 6 pontra felzárkózott, tehát nem forgott már veszélyben a körmendiek győzelme. Révész Ádám is azt emelte ki ezelőtt a mérkőzés előtt, hogy a harmadik negyed legyen rendben. Curry teszt most erről, gyorsan szerez 5 pontot a kaposváriak irányítója. Durán jó védekezés Krenyeiszkitól, erről is beszélt Révész Ádám a mérkőzést megelőzően, hogy Sopronban már az előző mérkőzésen jól ment a támadás, a védekezéssel akadtak gondok, ezért is szaladt bele vereségbe Soproniak otthonában a KKK. Handlein várta volna a fautot, meg Fekete Ádám is, ő is nagyobb kiabált itt a kaposvári kispadnál. Durán teljesen üresen marad, és be is dobja a 3 pontost. 2 pontra jön most fel ezzel a vendégegyüttes. Gyakorlatilag a kezdőjével a pályán a kaposvári csapat. És ugyanez igaz a túloldalon is. Rivers nála a labda, Handlein. Belefutott Glennbe, megint nincs fault. Hiába tárja szét a kezeit a kaposvári csapatkapitány. Most viszont van szabálytalanság, de lesnek ütött oda Krenyeiszki. Viszont így már a második kaposvári fault, úgyhogy oda kell figyelni a folytatásban, nehogy túl hamar bónuszba kerüljenek a fehérmezesek, és járjon mindenért majd a büntető. Durán, Glenn távolról az amerikai center, lejön a dobása a Handlein. Krenyeiszki fordulhat, ezúttal nem sürgette annyira, aztán elindult befelé, és Bonifert ütött neki oda. Úgyhogy most már van kiharcolt faultja a kaposvári csapatnak is. Krenyeiszki 4 pontnál jár, és a legeredményesebb
kaposvári játékos a fél időben Rivers volt, aki 13 pontot hozott össze. Hát gyakorlatilag 19 játszott perccel. Handlein próbálta volna meg a lehetetlent, keresztül passzolni az zalaegerszegi védelmen a labdát. Nem is jött össze. Delas Düren megállítja most egy kicsit az övéit, fújjanak egyet, aztán kettő-kettőzik Lennel. Delas, Krinyajszki vele szemben. Jól védekezik megint Krinyajszki, Delas rá tudta emelni. Volt egy kis magasságbeli fölénye, illetve hát jó hosszú végtagjai, amivel most az egyikkel közülük szerez is egy labdát Delas, és dob aztán egy könnyű zicsert, egyenlít a Zete. 43-43. Krinyajszki. Jukic nem tudta lepasszolni a labdát, nagyon jól védekezett most ezúttal Düren. Curryn, Rivers, jó volt a csele, nincs fault, elsőre kosár sem, aztán Handlein második szándékból. 45-43. Handlein is már átépte a 10 pontot. Harris Currynek van még egy tízese a kaposváriaknál. Unifer Delas beleáll a hármasba. Szinte elbotlott a vonalba. Rivers szépen adja le Jukicsnak. Van faul, de nincs kosár, úgyhogy jön a két büntető. Unifert tette fel a kezét. Hogy írják be neki ezt a faultot. Ismerte a szabálytalanságot. Szabó pedig érkezett vissza a pályára a vendégeknél. Nem jó Jukic első büntetője. Az első fél időben 50%-kal dobtak a hazaiak. 12-ből 6 ment be. Hát nem sikerült tovább javítani az arányt. Jukic mind a két dobása lejön. Düren. Szabó a dobócsel után, kihagyja ő is, jó sok most a kihagyott dobás. Mindkét oldalon Curry. Végig vitte, aztán átdobta a gyűrűt ő is. Jukic viszont leszedi a támadót és szerez belőle kettő pontot. 47-43. És már is a negyed derekához érkezünk. Unifert megint Krinyajszkit kell kiemelni, jól volt ott lábbal és testtel is védekezésben. Delas rajta viszont nem nagyon volt ember, a saját lepattanóját szedi össze, a saját kihagyott dobása után szedi össze a lepattanót. Aztán már a kaposvár fordulhat. Rivers bedobja ő is, és jön a zalaegerszegi csere. Egy pillanatra azt hittem, hogy időkérés is lesz, de nem, csak Ahmed érkezik vissza Delas helyére. 49-43. És cserélnek a hazaiak is. Bogdán érkezett vissza újra a pályára. Jukic kapott pihenőt Fekete Ádámtól. Ahmed Dürednek vissza. Próbálják kihasználni azt, hogy Vukon Bogdán Benedeknek kell védekeznie. Nem sikerült elsőre, távoli dobás, és Ahmed bedobja. Nagyon kevés volt már csak vissza a támadóból. Mindenképpen rá kellett emelni, és hát igazából ez egy ígéretes dobóhelyzet volt, úgyhogy teljesen jó, jogos volt, hogy eldobta ezt Ahmed. 3 pontra visszakapaszkodik az Ete. Megint egy elkeseredett dobás Handleintől ott az előbb. Szerencsére nem bosszulta meg a Zete. Humótos támadás a kaposváriaknál. Bogdán. Curry, 4 másodperc. Fog járni a támadó. Ezúttal most egy jó zalaegerszegi védekezés.
Lizer és Glenn érkezik vissza. Vuko és Ponifer Domonkos ülnek le az Alegerszegnél. A Kaposvárnál pedig Krönyeiszki Boris az, aki elhagyta a pályát, és Milos Miliszávjevics állt be. Ő védekezett most jól. Nagy kaszabolás ment ott a palánk alatt. Csodálom, hogy nem fújtak egyáltalán faultot a játékvezetők. Mondjuk még rosszabbul járt volna akkor a hazai együttes, mert így csak egy pontra jöttek fel az alegerszegiek. Úgy meg lehetett volna egy 2 plusz 1 akár. 49-48, Curry Bogdán Szabó vele szemben. Dobni kellett, 2 másodperc volt vissza, és a lefordulásból Bogdán Benedek nagyon szép kosarat szerez. Aztán pedig ő faultol Szabón. Milos Miliszávjevics ért oda, nagyon jól Dürenbe, pedig elakadt előtte az árásban. Düren csetlik, botlik egy pillanatra, 8 másodperc az alai támadóból. Glenn a palánk alatt, háttal a gyűrűnek. Leszedi a lepattanót a kaposvári csapat. Curry, nincs nagyon csapattárs, Miliszávjevics, odaüt neki Glenn. Pedig létszám fölényben voltak. Mondjuk Glennek belefér, ez volt az első faultja mindössze a mérkőzésen. Törlés miatt áll egyelőre a játék. Düren jön le a pályáról a vendégeknél, és Delas áll be. Egy kicsit magasabb szerkezetre vált ezzel a Zalaegerszeg. Plézer a legalacsonyabb játékos most náluk. Gyakorlatilag szinte mindenki 2 méter felett. Ahmed le is szedi a lepattanót. Egyedül akarta megoldani ügyfest minden áron. Ez lett a veszte. Miliszávjevics elveszi tőle a labdát. Szabó. Aztán Plézer a túloldalon. És Miliszávjevics szerez labdát. Handlein passzolja a Riversnek, és az ő zsákolásával szerez 2 pontot a Kaposvár itt ennek a flúgos futamnak a végén. Úgy került ide-oda a labda, hogy gyakorlatilag normális leütést nem tudtunk látni. Delas kimarad a 3-as Bogdán a lepattanóval. 2 percen belül járunk már a harmadik negyedben. Miliszávjevics, Curry, Bogdán beleáll a 3-asba, és ez is jó. 5 pontot szerez Bogdán Benedek ebben a negyedben, és ezzel most már 8 pontos előnyben a kaposvári KK. Beszéltem itt az elején a rosszul sikerült harmadik negyedekről. Kis ilyen eladott zalaegerszegi labda, Plézer. Átdobja a gyűrűt, megvan a lepattanó. A 10 pontos különbségért támadhat most a hazai együttes, és teljesült valamilyen szinten Révész, meg hát nyilván Fekete Ádám és mindenki kívánsága, hogy nehogy egy nagyon rossz harmadik negyedet produkáljon megint a Kaposvár. Sokkal jobban állnak most eddig Handleinék. Mert senki nem tudja bepofozni a labdát, de még mindig ott van a lehetőség az alajak előtt. Teles kapott egy könyököst a tarkójára Miliszávjevics-től. Aztán egy időkérés, úgyhogy a büntető majd csak a szünet után. Másodperc van még vissza a harmadik negyedből, és nem büntetővel, hanem alapvonali bedobással folytatódhatott a játék. Delast ezek szerint nem dobás közben faultolta Miliszávjevics. 4 másodperc a támadóból Düren.
és még így is be tudja dobni. 58-50. 56-50, bocsánat. Curry hozzá a labdát. Az idővel is játszanak most a hazaiak, próbálják lepörgetni, nehogy legyen esélye válaszolni még az Alaegerszegnek a negyed vége előtt. Curry, neki kell beleállnia, és majdnem még jó is lett, 7 másodperce viszont így még marad az etének. Düren hozza fel, kipasszolja, de lejön a tripla, Curry-e lepattanó. Blazer. Hármasával zárult a negyed. Az állás pedig 56-50 a Kaposvárnak, mi pedig nem sokára majd folytatjuk a záró játék résszel. A Kaposvári KK kezdheti majd meg a mérkőzés utolsó negyedét. Nem biztos, hogy utolsó játék részét, hiszen össze 6 pont a különbség. És nagyon szoros volt eddig a csata, úgyhogy még akár egy hosszabbítás is benne lehet ebben. Pál Durán kapott egyet, és körére fújnak rá rögtön egy támadó hibát. Durannel viszont minden rendben, túlélte a könyököst. Bár először azért próbálgatta a protkót, nem mozdult el. Delás, Bogdán vele szemben. Delásnál maradt el a Düren. Kilép vissza a tripla vonalon kívülre, aztán nem hiszem, hogy Palánkos triplával akart próbálkozni, de az lett belőle. Lejött viszont a dobása, Curry. Beleáll a körte tetején a középtávoluga, és szerez belőle 2 pontot. Körének ez volt a 12. pontja a mérkőzésen. Továbbra is a Rivers a legeredményesebb hazai, 17 egységgel Düren. A túloldalon a legjobb, 14-nél jár Glenn. Dobni kellett, lejárt volna a támadó. Milisavljevic a lepattanó. Handline gyors támadással próbálkozik most a Kaposvár, már amennyire lehet gyors támadásról beszélni akkor, amikor már gyakorlatilag visszaért az ete. Curry, Bognán, egy tripla már bement onnan. Ez viszont kifele pattan. Hátulra érkezik vissza Vuko Glenn helyére. Az állás megmarad 58-50. Tyreek Duren húzza fel. Delás, Vuko. De keményet oda jutott neki Milos Milisavljevic. Blazer, Düren. Bedobja a hármast. Ez volt az első triplája a mai meccsen, az első kísérletéből. Ugye mit tettem egyszer korábban, hogy a Paksnak dobott 3-3 pontost, annak ellenére, hogy erőcsatár poszton játszik. Delás, nincs kosár, úgyhogy 2 büntetővel folytatódhat majd a mérkőzés. Sőt, ráadásul oldalról jönnek, Delás is ezt reklamálja, hogy nem dobás ez. Hát volt korábban, amikor Handlejnél hasonló esetben jöttek a büntetők. Düren dobhatja be, ha lesz kinek.
volt kinek, Szabó viszont kihagyta a dobást utána. Könyecki tört be, jó a kiosztás, nem tudta beimádkozni utána, Curry pedig nagyon szugerálta a labdát Düren. Jók a cselekés, megint már csak kinyugban nevetnek az alegerszegi játékosok, hogy ezért se jöhet majd a két dobás, sőt, hát itt 2+1. Bognán Benedek hagyja el a pályát, és érkezett a helyére vissza Jukić. Neki kell inkább fognia valóban Szabót kilóban. Bogdán Benedeknek volt egy kis hátránya vele szemben, de láss Szabónak. Könyecki pedig egyből fautolt. Elváltották most egymást a hazaiak védekezésben. És a Kaposvár már is bónuszban van. Ez volt az ötödik hazai személyi hiba. Alig valamivel több mint 3 perc alatt itt a negyedik negyedben. Hát ez még elég rosszul jöhet a kaposváriaknak. Főleg, hogyha nem nagyon hibázgatnak majd büntetőt az alegerszegiek. Márpedig most Szabó Zsolt bedobta az elsőt. És aztán a másodikat is a válogatott játékos. Februárban ott volt a nemzeti csapattal, amikor például a szlovéneket sikerült legyőzni. Rivers beleáll a hármasba. Nagyon rossz, megvan viszont a lepattanójuk is, meg aki közvetlen közelről tudott 2 pontot szerezni. 5 pont közte a Kaposvár javára. Delás elindult az alapvonal felé, Curry pedig akadályozta lábbal. És akkor jöhet ismételten a két dobás. Deles bedobja az elsőt. 32 éves horvát játékos, elég sokat megélt már, mint ami a kosárlabdát illeti. Játszott ő is hazájában, 6 csapatban is megfordult, mielőtt külföldre ment volna. Aztán később Belgiumban, az olasz másodosztályban, Romániában, Lengyelországban, meg a török másodosztályban is szerepelt, mielőtt Zalaegerszegre került volna. Újabb fault a mérkőzésen. Ezúttal most megvan az első zalaegerszegi szabálytalanság a negyedik negyedben. Jukić, Curry. Jukić lépett be befelé, de nem kapta a labdát. Curry. Hárman is összezárnak előtte. Curry még megmenti handline, nem dobta el, inkább elindult befelé. Kimaradt viszont az ígyszere. Delás pedig nem adta előre, volt kinek. Volt üresen az alegerszegi játékos az indulók közül. Szabó Delás. Kimaradt Szabó dobása, aztán nem tudta visszaszerezni a labdát az alegerszeg, úgyhogy jöhet a Kaposvár. 3 ponttal vezet egyelőre a hazai együttes. És aztán fújnak ismét egy fautot. Elég szaggatott most a játék itt a negyedik negyedben. Miniszavivic érkezik vissza 4 személyi hibával, úgyhogy neki meg pláne oda kell figyelnie, nem csak azért, mert minden fautért büntető dobhat az Ete, hanem ahogy kipontozódjon Jukić. 2 zalaegerszegi játékos is azon csodálkozott, hogy itt hogy ment túl a labda. Jukić viszont nem lepődött meg annyira, hogy kihagyja utána a dobást. Nyolc pontos a kaposvári a horvát centere, Szabó Zsolt pedig
szerez újabb két pontot magának, illetve hát az etének is. Ő meg 7-nél jár. Jukic handline. Lejön aztán, még Jukicra fogja ráfújni a faultot, így is van. Fukó segítette föl a honfitárs. És akkor ismét két ajándékbüntető az zalaegerszegieknek. Hát az biztos, hogy most nem fáradnak el a játékosok ebben a negyedben eddig. Nagy rohanásra nem volt lehetőség a sok fault, illetve a sok büntető miatt. Szabó viszont most kihagyja az elsőt. Ez jó hír kaposvári szempontból legalábbis. Fekete Ádám pedig jelezte itt mindeközben az asztalnál, hogy időt fog kérni. Szabó bedobja, úgyhogy jöhet a megbeszélés. Sok szempontból is fontos lenne egy újabb győzelmet aratni a Kaposvárnak, nem csak azért, hogy megszakadjon az a vereség sorozat, ami ugye Erzsinorban 4-nél tart. Jukic leszedi a támadót, kihagyja elsőre, aztán megmenti a labdát ugyan, de 9 szedi össze. Szóval a Kaposvára majd egymás után várnak az idegenbeli mérkőzések, úgyhogy nagyon nehéz lesz a sorsolása a csapatnak. És hát jó lenne mondjuk úgy kezdeni azt a nehéz sorozatot, hogy előtte van egy piszok fontos győzelem. Megvan a lepattanó Handleinek Milszavjevic. Jukic próbálna beadni Handleinnek, de nem volt megjátszható, hogy Jukic horogból félig háttal a palánknak, de lejött ez is. Ez pedig egy támadó hiba, Krinyanszki harcolja ki. És jöhet a Kaposvár. Kaposvár 4 idegenbeli meccsel folytatja majd bajnoki szereplését. Jövő héten szerdán mennek majd Oroszlányba. Aztán december 30-án a Jász Berény ellen zárja az együttes a 2020-as évet. Majd aztán már január 3-án Szombathelyen a Falko ellen kezdik a 2021-es esztendőt. És rá 2 nap múlva már Debrecenben lesz jelenése a csapatnak a Deac ellen idegenben. Közben feldobás a nagy harc után. Úgyhogy Oroszlány, Jász Berény, Falko és Debrecen, ez a 4 meccs vár idegenben a Kaposvárra. Az első hazai meccsét meg majd január 9-én játssza az együttes a Sopronnal. Hát jó esetben is egy Jász Berényi győzelemben lehet esetleg reménykedni. Meg most abban, hogy lesz egy győzelem hazai pályán az Ete ellen is, bár most éppenséggel döntetlenre állnak a felek, alig 3 perccel a vége előtt, Curry dobásába beleérnek, úgyhogy most már a vezetés megszerzésért indulhat előre az Ete Düren, és ezt könnyedén össze is hozzák a vendégek, úgyhogy az azt jelenti, hogy Fekete Ádámnak ismételten időt kell kérnie, mert most egy gyors rohanással fordítanak a vendégek, és ők állnak közelebb a sikerhez. Fekete Ádám mondta a mérkőzés előtt, ugye, hogy ez egy bajnoki döntő felérő mérkőzés most a KKK számára, és azt is mondta, hogy vannak ugyan sérültek a csapatban. Ugye a Hog Gergőt említettem, ő is vállalta a játékot, meg nem tudom, mi lehet a helyzet Baki Gergővel, de eddig ő sem lépett pályára a mai találkozón. Milszavjevic nagyon fontos 2 kosarat szerez most, 2 pontot, 1 kosárból, egészen pontosan 64-64. És Fekete Ádám mondta, hogy tök mindegy, hogy ki az, aki ott tud lenni a pályán. Ma így vagy úgy, de nyerni kell, hát ez eléggé így vagy úgy eddig. Akármelyik csapat is nyerjen, ez egy plusztolós győzelem lesz.
Handlein most megint nagy akarással és jó védekezéssel. Tűnt ki a többek közül a pályán. Dürennek osztott ki egy sapkát. Curry hozta át a labdát. Milisavljevic. Handlein jön zárni Currynek. Curry beleáll megint. És ezt is bedobja. Dobott már onnan egy-kettőt a mai mérkőzés folyamán. Gyors 4 ponttal most fordít a KKK. Másfél perc van vissza. Valamivel több, mint másfél. Vukó. Delásnak, aztán Düren. Düren vissza Delásnak, nem dobja el a triplát, inkább elindul befelé a horvát, és dob egy zicsert, ismételte megáll. 66-66. 1 perc 20 van vissza, Curry. Megfontolt támadások jönnek majd minden bizonnyal. Nem lehet indulni, Curry. Handlein érkezik a 2-2-zni vele. Milisavljevic vissza még Currynek, 7 másodperc van vissza, Curry indul befelé. Krinyelszky teljesen üresen, de kimarad a hármasa. Utolsó percen belül járunk, 55 másodperc, Durant hozta át a labdát. És 66-66, Glenn. Háttal a palánknak, Handleinnel szemben. Kihagyja Glenn, jöhet a Kaposvár. Milisavljevic indult volna előre, Fekete Ádám pedig kiabált, hogy állj. Inkább egy összeszedett támadás legyen belőle. 11 másodperc, megint egy 2-2-zés, Curry. Nem nagyon lett jutott előrébb a hazai csapat. Olyan szempontból igen, hogy volt egy mismatch. Glenn magas emberként ott maradt Curryn, aztán faultolta a KKK amerikai játékosát. És időkérés most ezúttal. A vendégek akarnak beszélni. 23 másodperc van még vissza a mérkőzésből, nem sokára folytatjuk. Pedzegettem egyszer itt a negyedik negyed elején egy hosszabbítást, hát most elég közel állunk hozzá. Nagyon kevés idő van vissza, és döntetlenre állnak a felek. 14 másodpercet támadhat majd a Kaposvár, ennyi van vissza a támadó időből. És nagyjából 10 másodperc különbség az, ami a mérkőzésből vissza van. Delás ért bele a paszba. Nincs eladott labda, viszont így már csak 1,7 másodperc maradt a KKK-nak arra, hogy valahogy pontot szerezzen. Hogy sikerül-e, az majd kiderül az időkérés után. Másodperc, tehát ennyi a rendelkezésre a Kaposvárnak egy gyors kosarat szerezni. Curry egyetlen be kéne dobni a labdát, reverse. El tudja dobni még estében, lejön a lepattanó és Deláshoz kerül a labda. Szabó tör előre, Delás eldobja, inkább ő maga, átdobja a gyűrűt. Türen még rádobja, és kimarad az ő dobása is. Úgyhogy hosszabbítás lesz a mérkőzésen. Hát Türen nagyon közel állt ahhoz, hogy megnyeri a meccset, megelőtte Delás is. Így viszont jöhet a túlóra, folytatódhat a két csapat birkózása, nem sokára folytatjuk akkor. A rendes játékidőben egyik csapat sem tudta bevinni a végzetes ütést, úgyhogy most jöhet a hosszabbítás. Reverse, kimarad a dobása, és aztán Szabó pedig kintről lépett be a lepattanóval, úgyhogy visszakerül a labda a Kaposvárhoz. Volt az a tizennéhány másodperc itt az első, pontosabban a negyedik negyed végén. Hát elég jellemző volt az, amit láttunk az egész mérkőzésre. Fontos dobások maradtak itt is, ott is. Túl kell tennie magát ezen mindkét csapaton. Krinyelszky, kimarad a második kaposvári kísérlet is itt a hosszabbításban, de láss a Vukó. Nem tudta eldobni a hármast, mert jól érkezett Handlein, és még jobban érkezett aztán Curry, aki ki tudta varázsolni a labdát Vukó kezéből. Curry. Handlein. Ment zárni neki, most pedig kicsi is adott egy blokkot. Curry dobása is rövid.
Három kihagyott dobással kezdődik a hosszabbítás kaposvári részről. El is telt már egy perc. A hosszabbítás 5 percéből. Durán belépje a faultal együtt. Ami nem sikerült a rendes játékidő végén az amerikainak, az összejött most ezúttal. Durán 29 éves amerikai játékos. Bedobja ezt a büntetőt is, és miután végzett az egyetemen, Cipruson húzott le pár szezont, volt kétszer bajnok is, meg a Liga MVP-je. Curry nem adta be Jukicsnak. Krinyajszki egy az egyben, Vukó nem ért hozzá a labdához, úgyhogy jöhet a Zalaegerszeg. Három pontos előnyben így a vendég együttes. És hát eddig a nehéz helyzetben lévő zalaegerszegiek állnak közelebb ahhoz, hogy kis önbizalom növelő győzelmet tudjanak aratni. Düren. Bonifer tépett be az alapon, nem kapta a labdát, Szabó hármasa viszont kimarad. Szerencséje volt most a Kaposvárnak, könnyen lehetett volna ebből 6 pont oda. Harmadikra már nem volt szerencséje a KKK-nak, ugye Düren Curry majd, na, reverse. Kicsit gondban vagyok a nevekkel, szóval ő hagyta el majdnem a labdát az imént. Düren, Szabó. Düren kapja vissza, 7 másodperc. Ez is lejön Curry. Hát itt is megint volt most lehetősége mindkét csapatnak arra, hogy gyakorlatilag eldöntse a mérkőzést. Curry, ez az ígyszer is lejön. Kaposvár eddig nem tudott pontot szerezni. Hosszabbításban igaz, hogy az zalaegerszegiek is csak 3-at. Pedig már a hosszabbítás fele is eltelt Düren. Megkerült mindent, aki csak előtte volt, illetve mindenkit, és 2 dobás lesz. De lassan szemben faultoltak, Hendlein pedig reklamál még egy kétszer indulást mindeközben. Körének pedig el kell hagynia a pályát. És van egy kisebb sérülése. Telás pedig kihagyja az első büntetőt. Fokozódnak ezzel tovább az izgalmak. A második viszont már bent van, úgyhogy most már lőtávon kívül az Zalaegerszeg. Egy triplával sem tudna már egyenlíteni a Kaposvár. Milisavljevic. Hát egyelőre a kettesnek is örülne a KKK. Továbbra is 0 ponton a hazai csapat. És már csak 2 perc van vissza a hosszabbításból. Düren, az biztos, hogy ez most nem egy hosszú, nem egy gyors zalaegerszegi támadás lesz, hanem épp ellenkezőleg. Kicsit menedzselve az órát is. Düren, Delás kapja vissza. Vukó, 8 másodperc, ezt szerintem bevállalja ő, pláne úgy, hogy Milisavljevic van vele szemben. És Düren szerzi meg a lepattanót a maga 180 centiével ott a nagy emberek sűrűjében, úgyhogy tovább húzhatja az időt, illetve támadhat az Ete. Düren visszalép, és bedobja a középtávolit. Időt is kér azonnal Fekete Ádám, 6 pontra ellép az zalaegerszegi együttes másfél perccel a hosszabbítás vége előtt, hogy karnyújtásnyira az ETA a győzelemtől. Mint azt próbálgatta, hogy egyáltalán hogy tudja így fogni a labdát, illetve vezetni a játékszert. Másfél perc van vissza tehát a hosszabbításból, és 6 ponttal vezet az Zalaegerszeg együttese. Gyors kosár kellene a KKK-tól. Egyelőre nincs lehetősége, nincs fault, és nincs lepattanó sem. Szabónál a labda, hát
Egy perc van vissza a mérkőzésből. Egyre-egyre közelebb a sikerhez az ETN Düren. Bukó, aztán Delás. Szabó jött zárni, Delás viszi el befelé, és azt hiszem itt a vége. 8 ponttal vezet a vendégegyüttes, Krunyanszki, Jukisnak, hogy beadja középre, aztán elveszítette a labdát. A horvát játékos, de rögtön visszakerült a hazaiakhoz, Rivers. Ez sem jó. Dürennél a labda. Nem tudta át pontot szerezni a Kaposvár a hosszabbításban egyáltalán. És hát így esélye sem volt a győzelemre a Kaposvárnak. Bukó, Delás. Delás még elmenne az alapon Handlein mellett. Handleinre pedig fújnak egy fautot, úgyhogy nem csak hogy nyerhet az Ete, hanem még akár közte 10 is lehet először a mérkőzés folyamán, illetve hát hosszabbításban 10-zel nyerni, az sem kis szó, pláne úgy, hogyha az ellenfelet még 0 ponton tudja tartani egy csapat. Delás bedobja az elsőt. És a másodikat is, úgyhogy 10 pont az Alegerszeg előnye. Milisavjevic 11 másodperc a meccsből. Legalább pontot szerez a kaposvári csapat. 8 másodperccel a hosszabbítás vége előtt Milisavjevic kosara. És egyet még dobhat is a szerb kosaras. Hát az a meccse sem sikerült túl jóra neki. Sopronban 5, itt most 7 pontnál jár, miután bedobja ezt a büntetőjét. Delás, Türen, Unifer áthúzza még a gyűrű alatt, kosár nincs belőle, viszont az Alegerszeg örülhet ennek a kinkeserves győzelemnek. Megszerzi az ETA is a második győzelmét, és ezzel ebben a tekintetben be is érik a kaposvári együttest. Kedves nézőink, a kaposvári KNK tehát hosszabbításban kap ki 76-69-re az Alegerszegtől. Én Szalai Róbert operatőr kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra, viszont hallásra.